kerékpárosok közlekedését 100 évvel ezelőtt is fontos volt szabályozni. Lapunk egy barátja panaszolt a szerkesztőségünkben, hogy az alsóvárosi temetőben járván, a temető útjain mindenféle serdülőkorú biciklistákkal találkozott, akik a temető útjait használták biciklizni tanulásra. Amellett, hogy ezek az ifjú biciklisták veszélyeztetik a testi épséget, összegázolják a temető növényzetét is. Helyén való volna tehát erélyesen figyelmeztetni őket arra, hogy az egyébként is kegyeletes hely nem arra való, hogy a biciklizés művészetét ottan elsajátítsák. A 100 évvel ezelőtti pápai hírlap egy igazán örömteli várost érintő hírről is beszámolt. Megemlékeztünk annak idején a belügyminisztériumban járt küldöttségünkről, melynek Rakovszky belügyminiszter a törvényhatósági jogot biztos kilátásba helyezte. A miniszter ígéretét meg is valósította. Mint biztos forrásból értesültünk, most készült el a törvényjavaslat, és ebben Pápaváros az önálló joggal felruházandó városok között helyet foglal. Április hónapban ankét lesz e tárgyban a minisztériumban, melyre a város és nemzetgyűlési képviselője is meghívást fog nyerni. A 100 évvel ezelőtti pápa és vidéke a mai pápaiak számára igazán érdekes hírt közölt. Belépőjegyek válthatók a várkertbe. Az uradalmi igazgatóság közhírré teszi, hogy a várkertben sétálni kívánók indokolt kérésükre erre engedélyt nyerhetnek. A vonatkozó 1923. március 30-tól november 10-ig érvénnyel bíró belépőjegyeket alulírt igazgatóság adja ki.